Április utolsó hetében ebben az esztendőben is megrendezték a már hagyományokkal rendelkező Hunyadi napokat. Ezen a héten délutánonként különböző versenyeken vehettek részt a diákok. Hagyományos rendezvényünk igazság szerint már évtizedek óta, hogy az egyikében vagy Hunyadi gálával, vagy pedig egy nagyobb volumenű versenysorozattal ünnepeljük meg a Hunyadi létet. Ebben az évben a tantestület úgy döntött, hogy most nem gála lesz, hanem egy hetet szánunk arra, hogy nem csak a városi, hanem a területi iskolákat is meghívjuk, és együtt ötletes versenyekkel eltöltjük a délutánjainkat. Ebben az időszakban 12 versenyt hirdettünk meg, ami igen nagy érdeklődésre adott számot, nagyon sokan jelentkeztek, hogy most, ha hirtelen egy statisztikát készítek, akkor valamivel több mint 500 gyerek vett részt ezen a héten, ezeken a versenyeken. És nagyon sok volt a választék, tehát igazából sokféle kínálatunk volt. Az alsósoknál Mátyás Irodeákjai, Mátyás ceremónia mestere, Mátyás kincstárnoka volt a szerdai délután a Pozderka úti épületben. Ezen kívül az alsósok közül igazából kuriózumnak számít az a versenysorozat, amivel a napközisek szoktak kirukkolni, hiszen most ebben az évben napköziseknek is hirdettek meg versenyt, harmadik, negyedik osztályosok csapatversenyében az érzékszerveket kellett igazából használni ezen a versenysorozaton. De mondhatnám a felsősök sikeres versenyeit is, hiszen komplex anyanyelvi, komplex természettudományos kísérletezős versenyek voltak. Éppen az egyik zajlódott le tegnap délután, nagyon izgultak a gyerekek, de azt gondolom, hogy mindenki elégedetten tudott távozni a fizika, kémia, földrajz ismeretek átadása után. Kiemelt programunk volt még a felsős matematika verseny, ahol 5-től 8-ig vártuk a gyerekeket, illetve most az előbb lezajlódott a meghirdetett rajzversenynek a díjátadója. Nagyon sok pályamunka érkezett, aminek nagyon örültünk, a zsűri kevésbé, hiszen nagyon nehéz volt dönteni ebben a versenysorozatban. És a mai nap délelőttjén zajlódott le, amire nagyon sokan jelentkeztek, ez pedig a mezei futóverseny volt. A külső iskolák, tehát a járási iskolák jelezték is, hogy ők is szívesen részt vettek volna ezen a megmérettetésen. Igazából az időjárási helyzet miatt gondoltuk, hogy főleg a városi iskolákat hívtuk meg erre a versenyre, de mivel nagy volt az igény, a két év múlva sorra kerülő 60. jubileumon biztos, hogy jóval nagyobb körben is meg fogjuk hirdetni ezt a versenyt. A Hunyadi napok idején megszépült a Kiskúti épület folyosója is, a festésben, dekorálásban az intézmény pedagógusai és tanulói is részt vállaltak, így még inkább gyermekbarát környezetben tanulhatnak a diákok.